Sziasztok, én Klobi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy általatok ajánlott horror játékkal fogunk játszani, aminek az a neve, hogy Ice Scream. Hát, nem túl barátságosnak tűnik, valami para, fagyis ember lesz talán benne. Legalábbis az ilyen képekről úgy jött le nekem, amikor letöltöttem. Egyébként egy androidos emulátor segítségével fogjuk kipróbálni ezt az egészet. És néztem, hogy van ennek a játéknak valami 5 vagy 6 része. Szóval, hogyha szeretnétek, akár csinálhatunk ebből az egészből egy sorozatot. Na de most már meg is van nekem itt nyitva ez az egész. És akkor én bizony rá is megyek a playre, és de jó, bejött egyből egy reklám. Szuper! Nagyon jók ezek az emulátorok. És nem hoznak idegbe. Aha, és akkor itt vannak nekünk fokozatok. Hát figyeljetek, kezdetnek, szerintem a normál, az bőven elég lesz nekünk, és ha jól láttam, még tutoriál is van nekünk a játékban. Na de most itt problémák lesznek az irányítással, és egyesével be kell majd állítgatnom, hogy a nyilakkal tudjam irányítani mi. Hí, de kellemes lesz, akkor egy kis technikai beállítások után majd hamarosan visszatérek. De várjatok, még lehetséges, hogy alapból sem tudunk menni, szóval nem is tudnám, mire behúzni az irányítást. Ide is jövök, és mondja, hogy interaktáljak az ablakkal. Hát itt is van a fagyis emberünk, aki eléggé parán néz ki, de azért milyen kedvesen integet, nézzétek meg. De miért ilyen a feje? Meg miért van betörve? Hát ne csináld már! Megfagyasztja a kisgyereket! Na őt nekünk nagyon, de nagyon sürgősen el kéne kapnunk. Plusz ráadásul még a holttestet is magával vitte. A srácnak szüksége van a segítségedre, szóval keres egy kötelet, és menjen le hozzád. Figyelj, én megyek is, és aha, most kell majd beraknom az irányítást ide. Figyeljetek! Hoppá, hoppá, nyilakkal lehet irányítani, erről van szó! Na de most már azt kéne beállítanom, hogy ne kelljen folyamatosan kattintanom, miközben körbenézek, de inkább szerintem azzal most ne szívjunk, és elszenvedek így a játékkal. Lehetséges, hogy erre a use-ra én még berakok egy E betűt. Na mindjárt kiderül, hogy vajon ezt is megoldottuk, és persze, hogy megoldottuk. Hát programozók vagyunk konkrétan. Fel is veszem a csúzlit, ezt nem tudom elrakni? El tudom csak dobni. De jó lenne, hogyha magunkkal tudnánk hozni, ugyanis valljuk be, ez a fagyis emberke eléggé komoly tagnak tűnt. Jó, kinyitjuk ezt a fiókot, hát ebben sincsen... Ja, hogy több fiókot is ki lehet nyitni, várjatok már. Ezt nekem senki nem mondta idáig. Egy kötelet keresünk, ugyanis azt mondta nekünk a játék, hogy egy kötél kell nekünk. Hogyha ti kötelek lennétek, akkor mégis merre lennétek? A szobánkból nem tudunk kimenni. Várjatok, itt is van egy fiók, amit nem tudok kinyitni. Na de ezt a lenti fiókot, ezt ki tudom, és hát mi van ott, csak nem egy kötél. Fú, de rossz így az irányítás. Ránéztem én, de haver, fogd már meg azt a kötelet. Jó, zseniális, na most figyeljetek. Ott is van, oda raktam, és most már akkor ki tudunk így mászni. Mondom, ki tudunk mászni, és nem ásszál vissza, kérlek szépen. A szobánkból, ami bárhogy nézem, nem túl jó ötlet, és nem túl biztonságos. Hát de figyelj, mi lenne akkor, ha hoznék magammal egy csúzlit? Várjatok csak. Jó, menjünk vissza, és hozzuk magunkkal azt a csúzlit. Ugyanis értitek, a komoly fegyver az nekünk kell. Na most lesz a jó! De azt mondta nekünk, hogy bújjunk el. Hát figyeljetek, én nem bújok el. Én inkább bedarálom az embert, hol vagy? Gyere ide, szétszedlek! Várjatok? Itt, minthogyha lett volna valami... Aha, hogy eltűnt ez a biztonsági őr csávó. Na, az mondjuk probléma. Vajon... ő tüntette el?
Jó, ezt inkább ledobom innen. Na de most mi a küldetésünk, hogy ide bújjunk el konkrétan a kutyaházba? Aha! És akkor a kutyaházból... I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. Figyelni fogom a fagyis embert, és énekli, hogy meg fogok ölni pár gyereket most. Várjatok már! Elhagyott valamit! Lehetséges, hogy ez valami titkos terve? És szépen le van ott nekünk írva, hogy mégis hogyan fog végezni a gyerekekkel. Egy térképet hagyott el. Vegyük fel gyorsan és futi. De várjatok már! Az emberünk... Hát itt van! Ezt hova kell raknom? Tesó! Ez nem túl jól tett így őszintén szólva! De most... Ide be tudtam rakni a mi kis térképünket. Hát de miért vagyunk ennyire idióták? Kajakra elraboltatjuk magunkat a fagyis emberre, és most a fagyis kocsinak a hátuljában vagyunk? Aha, hát kösz. Hát de nem fogunk bukni, nem? Aha, hogyha elakadunk, akkor tudunk ilyen tippeket szerezni, na de én ezt becsukom, hogy azért értitek, ne legyen feltűnő, de most nincs itt az emberünk. Hát, nem úgy tűnik, mintha itt lenne. Ezekkel az automatákkal tudok kezdeni valamit? Aha, pénzre van szükségem hozzájuk, de itt mintha lenne egy... csúszda, vagy ilyen kis alagút, de nem tudok legugolni. Hát hogyan tudok legugolni? Nem is enged a játék. Jó, hogy ezek itt nekem a kis tipjeink. Aha, jó. De gondolom, hogy most nekünk erre fele kell menni, ugyanis erre enged minket. Hát ott van a fagyis csávó. Hát akkor én mégsem megyek erre fele. Tuti, hogy azért jött a játszótérre, hogy bizony... Én nem vagyok itt, haver. Én nagyon, de nagyon nem vagyok itt. Hogy gyerekeket keressen, és fagyival elcsalogassa a fagyis kocsijába, utána pedig megölje őket. Ahhoz képest egyébként, hogy elsőre milyen kis egyszerű androidos játéknak tűnt, rendes, komplex ez a játék, meg baromira élvezem, rettentő izgalmas, itt történt valami. Aktiváljam be ezeket a cuccokat, de mégis hogyan? Meg hol? Várjatok már! Hát én ide bejövök! Ne! Bújj el! Bújj már el! Én nem vagyok itt, tesó! Hát ő lát engem is megöl. Hát ez mondjuk probléma, és most már csupán kettő életünk marad csak, az még jobban probléma, bárhogy nézem. De most mégis hova vitt minket? Ne csináljátok, hogy az ott egy hűtőkamra, ahol mi vagyunk. De nem voltam annyira... Nagyon durván feltűnő szerintem. Hát de innen nem is... Várjál, itt van egy ajtó, ami be van zárva. De szuper! Akkor valamit kéne keresnünk, amely segítségével ki tudjuk nyitni azt az ajtót, ezt becsukom. De megnyílt nekünk egy újabb kis tip, ami a biztosítékokról szól. Hát figyeljetek, én megjavítom, de egyszerűen... Nem tudom megjavítani, lehetséges, hogy kell nekünk valami szerszám hozzá? Hát most amúgy így őszintén szólva, ja, hogy itt vannak fiókok, várjatok már. Ötletem sincs, hogy mégis mit kéne csinálni, de nem látok be a fiókokba, amiket kinyitok. Ez így nagyon, de nagyon nem lesz jó. Na de a lentebbi fiókok, hát ha használhatóbbak. Mit csinál a fagyis emberkénk most jelenleg? Már nem azért. Na, kérlek szépen legyen valami, mondjuk egy ragasztószallag, és ennek segítségével meg tudom csinálni
kábeleket, és így felnyílt nekem az ajtó, de most az a kérdés, hogy vajon hol van a fagyis emberkénk? Hát itt. Mondd, hogy körbe lehet menni? Körbe lehet menni, jó. Miért jó nekem, hogy tudok felvenni benzint? Ez ilyen futószimulátoros téma lesz? De most tudod, hogy észrevett minket, nem? Hát persze, hogy észrevett minket. A kocsijával el kéne menekülnünk, és itt kéne őt hagyni a fenébe. Mit szóltok hozzá? Nekem tetszik az ötlet. Ezt eldobom. Nem tudok beszállni. Nagyon nem tudok beszállni. Várjatok én. Bejövök, ember! Miért ijesztek ezt a szemétláda? Hát lebuktunk ismételten. Annyira, de annyira gyorsnak kell lenni, meg így legelsőre, hogy játszok ezzel a játékkal. Nagyon, de nagyon szokatlan, ugyanis tényleg nem tudom, hogy mégis mit kéne csinálnunk, és most szintén ugyan ide jutottunk. És kezdődik ez az egész előről. De most össze van nekünk ragasztva. És mégsem tudom kinyitni az ajtót, szóval most valami más fog történni, mint az előbb. Annyira érdekes, hogy ennyi variációja van komolyan a játéknak. De ott mit kellett volna csinálnom? Szépen besunyulnom a fagyis kocsiba úgy, hogy ne vegyen észre? Mert lehetséges, hogy ezt meg lehetett volna oldani. De van itt nekem egy rögbi labdám. Várjátok, az ablakot nem tudom bedobni. Hát de az így... Na, miért nem tudok menni? Az így őszintén szóval eléggé feltűnő lenne, nem? De be tudom dobni! Figyelj, tesó. Én megyek, én megérkeztem. Én itt sem vagyok. De fuss már! Annyira rossz az irányítás. Jó. 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 Becsukjuk. Én nem vagyok itt most, mit szóltok? Hát de bejön! Hát de lebukunk! Nem jó ez! Jól van, szerintem egyelőre ebből a játékból ennyi elég volt. Hogyha szeretnétek, hogy még így bénázzak, akkor mindenféleképpen csapassatok erre a videóra egy hatalmas nagy lájkot. A komment szekcióba pedig jöhetnek nekem tuti tippek, hogy mégis mire kéne figyelnem és hogyan kéne csinálnom ezt az egészet. Gondolom, hogy majd előről fog indulni, mivel sajnálatos módon háromszor meghaltunk. Hogyha még nem nyomtátok volna be a csengőt, mindenféleképpen tegyétek meg. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplay videóban. Addig is, szevasztok!